Tehát a műtét reggelén kell érkezni a klinikára. Fontos, hogy éjféltől nem lehet szilárd tápanyagot fogyasztani, viszont a műtétet megelőző 2 óráig még lehet inni. A felkelést követően maximum összesen 5 dl sima vizet vagy gyümölcsteát javaslunk fogyasztani, amit nem muszáj, de általában a páciensek jobban érzik magukat, hogyha ezt betartják. A klinikára érkezve megfelelő felvilágosítást fognak kapni az aznap történő dolgokról, alá kell írni beleegyezőt, és a nővérek megmutatják a szobát, elhelyezkednek, és akkor még a lehetőség van az orvossal beszélni közvetlenül a műtét előtt, hogy még egyszer is utoljára tisztázzuk, hogy mik az elvárások a plasztikával szemben, illetve a esetlegesen felmerülő kérdéseket még egyszer utoljára lehet tisztázni. Megtörténik a műtét, ez egy másfél-két órás műtét általában, ahogy mondtam már. A műtétet követően aznap éjszaka a klinikán kell maradni mindenképpen megfigyelésre, hogyha hatásos műtétről van szó. Másnap reggel távolítjuk el ezt a kis gumidrént az orrból, ezt követően egy kevés időt várunk, megtörténik a megfelelő felvilágosítás, hogy a következő hét folyamán mit kell tenni, és akkor a klinikát el lehet hagyni.